A halálozások feléért felelnek ma Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek. Mintegy 35 ezer új szívinfarktust és 42 ezer sztrókot, azaz agyérkatasztrófás esetet regisztrálnak évente hazánkban. A mutatók ugyan javulnak nem csak országos, hanem megyei szinten is, de a halálozási mutatók a régióban még mindig rosszabbak az országos átlagnál. Sajnos a Duna vonala, azaz a határvonal, ami alapján azt kell állítani, vagy azt tapasztaljuk, azt észleljük, hogy Kelet-Magyarországon, illetve a Tiszán túlon a szívérendszeri betegségek rizikója az emelkedett. Ebben nyilván benne van a szociális háttér, az embereknek a képzettsége, mennyire tudatos, mennyire egészségtudatos valaki, mennyire teszi magáévá a kommunikált életmódbeli javaslatokat. Az országban 16 centrumban működtetnek 24 órás ügyeletet, köztük Nyíregyházán több mint 10 éve. Ennek köszönhetően az infarktusos betegek halálozása felére csökkent a megyében, és csak a József András Oktatókórházban évente mintegy 700 akut infarktusos betegen végeznek katéterezést. A legnagyobb probléma az inkább az egy éven belüli halálozásnak az alakulása, és itt elsősorban a helytelen életmód folytatása és a gyógyszerek elhagyása játszik szerepet. A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai közismertek. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a betegségek sokáig tünetmentesen zajlanak a szervezetben. Éppen ezért kap kiemelt szerepet a megelőzés. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet minden év szeptemberének utolsó vasárnapján a Szívvilágnapja. Tudjuk azt, hogy ha már bekerül valaki a kórházba, akkor ott már egy akut bajt kell ellátnunk. Itt egy ilyen szűrő napon gyakorlatilag egészségesnek tudott és saját magát a egészségesnek sejtett emberek jönnek be, és időnként meglepő dolgokat tudunk nekik tanácsolni és mondani, hogy hogyan lehet megelőzni valamit. És hát nem az a célunk, hogy itt most betegeket, hogy mondjam, diagnosztizáljunk, hanem az, hogy mintegy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy hogyan lehet megelőzni a szív-érrendszeri megbetegedést. Nyíregyházán 17. alkalommal rendezik meg a Szívvilágnapját. Szeptember 30-án a Kossuth téren várják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, valamint a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szakemberei az érdeklődőket különböző szűrésekkel és tanácsolásokkal. Próbáljuk a lehető legtöbb szűrést kivinni a helyszínre, azokat, amit ott ilyen szabad körülmények között is, tehát nem kell hozzá hospitális körülmény, tehát ez magában foglalja azokat a fő rizikófaktorokat, amik a szívérendszeri betegségek kialakulásában nagy szerepet játszanak. Ilyenek a magas vérnyomás, az emelkedettebb vércukorértékek, a szemnyomás vizsgálat, szemfenék vizsgálat, ugye szintén a magas vérnyomás betegséghez kapcsolódóan munkahelyi stressznek a szűrésére is lehetőség lesz különböző tesztek segítségével. Emellett lesz dietetikai és mentálhigiénés tanácsadás, újraélesztési oktatás, valamint gyógytorna bemutató is.